hamarosan kezdetét veszi egy projekt átadása, méghozzá a Gyulai Székely Mihály Szakképzési Centrum kollégiumának az épület energetikai felújításával kapcsolatosan. Frecska Zoltán pedagógussal beszélgetünk itt erről. Mit kell tudnunk erről a projektről? Hát régóta vártunk már erre a pályázatra. Ez a Széchenyi 20-20 pályázat keretében valósul meg. Egy komplett energetikai felújításon fog átesni a kollégiumunk. Ez azt akarja, tetőszigetelés, homlokzatszigetelés, illetve az összes külső nyílászárónak a cseréje meg fog történni ebben az évben. Mekkora összeg áll rendelkezésre? 155 millió forintot nyert ez a pályázat. Mikor kezdődhet a felújítás, illetve tervek szerint mikor fejeződik be, mikor lesz átadás? Mint majd a képeken láthatják a kedves nézők, a pályázat elkezdődött, megkezdődött az állványzatnak a felépítése, és május 2020 májusán be kell fejeződni a pályázatnak, és úgy néz ki, hogy ez meg is fog valósulni. Milyen eredményt várnak ettől a korszerűsítéstől? Hát várhatóan 15-20%-kal csökken az energiafelhasználásunk, illetve meg ötszörözzük a napelemeink által termelt energiát. Szép napot kívánok kedves mindannyiatoknak! Köszönöm, hogy eljöttetek, egy fontos beruházás a városnak, amelyet nem a város ruház be, hanem a Gyulai Szakképzési Centrum. Kancellár úr és a főigazgatóasszony indották ezt a projektet. Régebben megnyerték, csak a kivitelezés a napokban tudott elkezdődni. Erről a problémáról nem beszélünk, mert a dolog lényege az, hogy elindult a kivitelezés. Mint látják, egy nagyon fontos beruházás a kollégium épületének a hőszigetelése. Nyílászárócserék, a hotelépületnek a rendbetétele, ugyanakkor a régi épület felújítására is sor kerül, ott is kapnak hőszigetelést, és sikerült a Gyulai Szakképzési Centrumnak, ami székelyeseinek elérni azt is, hogy a tanúgyi épület, tehát a kollégiumot kiegészítő tanulószobák is felújításra kerüljenek. Nyílászárók cseréről van szó, és a homlokzati hőszigetelésről. Nem csekély munka, 155 millió forint a bekerülési költsége. A kezdés az megtörtént már, hagyd tudjuk meg a befejezés időpontját. Hartman Zoltán vagyok, a befejezés időpontját tetszett kérdezni, polgármester úr, jövő év április 30-a. Úgyhogy jövő áprilisában veszük át. Kitűnő kivitelező vállalta ezt a munkát, sok referenciája van a megyében, épp ezért bízvást tehetünk abban, hogy jó minőségben fognak majd hőszigetelni, nyílászárót cserélni, és megújítani ezt a régi kollégium épületet. Azért van jelentősége, ugyanis az üzemeltési költségek az oktatásban sem tizedrangúak. Ha valaki feltekint az épület tetejére, akkor látja, hogy vannak napkollektorok, az energiát is igyekszünk csökkenteni és megújuló, vagy pedig zöld energiát használni az energia felhasználásában, és az sem tizedrangú, hogy az épület fűtése az mennyire terheli meg a szakképzés kasszáját. Mert nem az energiát szeretnénk költeni, hanem a gyerekek ellátására. Épp ezért nem mindegy, hogy milyen minőségűek a nyílászárók és az épület hőszigetelése. Ezáltal a hőmutatói, a hőgazdálkodási mutatói jobbak lesznek az épületnek, és bízvást, megtakarításokat is jelent, amelynek megtakarításait az oktatásra tudja fordítani az intézmény. Úgyhogy a Szarvasi Székely szakképzési intézményünk, amely megyei üzemeltetésű, egy nagyon szép épületben, 21. századi feltételek mellett oktat, és szükség van kiszolgáló feltételekre is, ez pedig a kollégium. Azért, mert térségi a szakképzés beiskolázása, fontos számunkra az, hogy a Székely Szakképző Intézményünk, mint a Békés megyei Szakképzési Centrum részeként az iskola város jellegét megtartsa a város, azzal is, hogy sok gyerek jár a környezetünkből, vidékről. A vidékiek beutazhatását segítjük bérletekkel, a környékbeliekét, de a táborból érkező diákokat pedig el tudjuk szállásolni. Sőt, még a gimnáziumnak is lehetőséget adunk, hogyha táblából érkező gyerek érkezik az iskolába, akkor itt szállásoljuk el, hisz ilyen megállapodásunk van a Gyulai Szakképzési Centrummal. Szeretném elmondani, hogy sokan szitták a Klebersberg központot, sokan szitták a szakképzés centralizációját. Úgy gondoljuk, hogy ezek már leültek, és be kell látni, hogy az nem baj, ha nem helyben irányítjuk ezt a tevékenységet, hanem megfelelő szakmai háttérrel
egy olyan intézmény, mint a Gyulai Szakképzési Centrum. Nem tudom, hogy jól mondtam el ezeket a gondolatokat. Igen, teljesen jól mondta a polgármester úr. Annyit fűznék hozzá, ugye itt a fűtésről is szó esett. Korábban a városi beruházásnak következtében, vagy jótékony hatásának következtében ugye nálunk geotermikus fűtés került beépítésre, tehát nem csak földgázzal fűtünk, hanem kifejezetten ez a helybéli energiát használunk föl. Ugye a földgázzal csak rásegítünk, amikor már ilyen nagyok a mínuszok, és nem tudjuk a geotermikus fűtéssel ellátni az épületeinket, akkor indítjuk el a gázfűtést. Úgyhogy ez is nagyon jó. Nyilván ezzel a beruházással is ezt a fűtési rendszert egy kicsit meg tudjuk támogatni, hiszen akkor kevesebb energiafelhasználás lesz a továbbiakban. Lehet, hogy nem kell gázt vásárolni a D-gáztól, hanem elegendő lesz a termálfűtés. A termálfűtés nem csak egy olyan politika, hogy helybír energia, hanem olcsóbb is. Ráadásul, mert a saját fűtőenergiánk, mi termeljük ki, és még az energiatermelés haszna is így csapódik le a városban. Hogy látjátok a szakképzést a másik épületben? Messze menőkig az elmúlt években a legjobb feltételeknek örvendhetünk. Kaptunk egy gyönyörű épületet, minden rendelkezésünkre áll, úgyhogy infrastruktúra is szempontból teljesen azt mondom, hogy a 100%-ig minden a rendelkezésünkre áll. És a belső szakmai munkáról is beszélj két szót. Belső szakmai munka. Pedagógus állomány adott, szakemberek adottak, és mindenki, mivel most telt el a nyár, jók is, és mivel most lett vége a nyári szünetnek, friss energiával, illetve rettentő odaadással tudják elvégezni a dolgokat. Köszönöm szépen, és képviselőjelölt úr, úgyhogy lesz munkája. Nem csak azért, mert nem mi irányítjuk az intézményt, de szeretnénk tudni mindent arról, hogy hogyan mennek, és ha kell segíteni, akkor számíthatnak ránk, és úgy gondolom, hogy amiben meg kell mozdulnunk, hogy a itt tanuló gyerekek sportos élete az megvalósuljon. Igyekezzünk elvonni őket a deviáns körülményektől. Így van. Erre ugye ez a hét is adott, hiszen európai mobilitási hetet tartunk itt a városunkban is. Rengeteg sportrendezvényen mozgatjuk meg a diákságot, általános iskola, kis óvodáskortól egészen a középiskoláig. Találkozhattunk a Szarvasi Kajakenu klubnál is a diákokkal, a mi diákjaink is kilátogattak oda, de ugye ma is a főtéren volt egy rendezvény, ahol a város diákjai részesei lehettek a megrendezett sporteseményeknek. Nyilvánvaló, hogy a mobilitás hét egy alkalom arra, hogy a gyereket az egészségesebb életmód felé terelgessük, a sport felé, a kultúrát, viselkedés felé, és elvonjuk őket a deviáns dolgoktól, mert itt szoktunk kapni pénzt is, mert azért sok pénzt szereztünk erre a mobilitás hétre is. Rengeteg helybéli támogatónk volt. Én szeretném megköszönni a kiviteleznek már előre is a jó munkát, biztatom őket, hogy végezzék a dolgokat jól, és tavasszal majd találkozunk, amikor elkészül az épület, és még energiatakarékosabb és még korszerűbb, és igazi 21. századi szakképzés folyik majd szakmailag a megfelelő feltételek, mert és a koleszben a gyerekek is ezt tapasztalhatják meg.